A Vásárhelyek által ismert és népszerűnek mondható Vásárhely kővávon kerítve című 9 szótagos soronkénti versszakkal, feltehetően a 18-19. Századból származó népdal, nem mindennapi módon csendül fel egy frissen elkészült videóban. Steiner Béla, a most 88 éves legendás vásárhelyi zenepedagógus 60 évvel ezelőtt jegyezte le a különlegesen szép és egyben szomorú hangvételű népdalt. Ez a dal, amik lette meg Túri Csaba vásárhelyi gitárost, aki egy sajátos kezdeményezésbe vágott nemrégiben. Mint mondta, már évek óta érett benne a gondolat, hogy elektromos gitárokkal szólaltassa meg a vásárhelyiek számára jól ismert muzsikát. Rövid szervező munka után végül 17 kiváló helyi komoly zenész, rock és blues muzsikus közös munkája révén egy gitárra, zongorára és hegedűre hangszerelt, érzelmekkel teli változat készült el. Ez egy kortárs rockzenei darab, amiben nyilván a fő motívum ez a népdal. De úgy állítottuk össze, hogy például 4 perc eltelik a dalba, hogy egyetlen dobütés is lenne. Tehát én azt gondolom, hogy sikerült úgy összerakni, hogy mondjuk nem gitár és nem rock fanatikusoknak is élvezhet. Túri Csaba leszögezte, bárkinek bármi a véleménye az elkészült darabról, a legjobb szándékkal és tisztelettel nyúltak a témához. A felvétel, meg úgy az egész megjelenítése videóban, ez átfog 100 évet. Tehát az én kislányomnak találtam telefonon egy ilyen régi archív felvételét, énekelgetett, ezt beraktam intrónak, ő 9 éves, és utána pedig játszik a dalban 10 éves muzsikus Meleg Tomi a Dodge Jam zenekarból van, 20 éves, 30 éves, 40 éves, 50 éves is, Laskovics László basszusgitáron. Utána a 60-70 éves generáció nyilván hiányzik, de a keretként Béla bácsi visszaemlékezése zárja le a videót, amit én felvettem, és ezt a zene alá beraktuk, Berecki Marian zongora játéka alá. Kedvező a fogadtatása a régi új zenei darabnak. Vasárnap este került fel a videó a legnépszerűbb megosztó helyekre. Az elmúlt napokban eddig 1000 ember tekintette meg a sajátos hangszerelésű produkciót.